Maglódon a Belusi János téri 56-os emlékműnél rendezték az 1956-os forradalom és szabadságharc tiszteletére szervezett megemlékezést. A szónok itt is dr. Szűcs Lajos volt. A forradalom öröksége világos határt húzott a jó és a rossz között, és e határokat ebben az országban többé nem lépheti át senki. A magyar forradalom ezért volt olyan megrendítő módon kemény, szinte konokul makacs és őszinte a zsarnokság megdöntésében. Pedig ekkor már egy évtizedet tartott az őrület, a rideg kegyetlenség, ami kényszermunkára hurcolt ezreket, megfosztotta vagyonuktól, hazájuktól a kitelepített németeket, a felvidékről száműzött magyarokat. Ez az őrült és kegyetlen zsarnokság üldözött mindenkit, akinek volt ereje, tulajdona, egyháza iránti elkötelezettsége, vagy akár csak ösztönös bátorsága ahhoz, hogy a maga ura legyen. A világ naívabb fele mit sem tudott arról, hogy milyen érzés, amikor eltörik a gerincét az embereknek. Hogyan is érthetné meg hát a forradalom és a szabadságharc kemény és makacs meggyőződését? Hogyan is érthetné meg, hogy 1956-ban a szabadság élménye és a jövő reménye képes volt olyan erős bizalom megteremtésére, amit döbbenetet, félelmet, majd gyűlöletet keltett a zsarnokban. Mert az összefogás és a bátorság, amivel az emberek rábízzák egymásra életüket, erősebbé tette őket, mint a fegyverek, az árulás és a hazugság hatalmát. Aki meg akarja érteni 1956. októberét, annak látnia kell a világot a zsarnok szemével. Az ő világában az egyes emberek csak apró porszemek. A család, a barátság és a közösség pedig csak könnyű elegy, amit elsodor a víz és elfúj a szél. És a zsarnok nem érti, hogy az apró, de kőkemény kristályokból könnyen homokvihar támad, ha egy irányba fújja őket a szél. 61 évvel ezelőtt Magyarország megmutatta világnak, hogy milyen nagy dolgok születhetnek, ha ez a bátorság az emberek összefogására alapozza erejét. A forradalmat leverhették, a hősöket kivégezhették, de 56 megmutatta a szív, a méltóság és az emberség erejét, amely többet ér, mint bármilyen fegyver, mert ez minden pillanatban velünk van, és bátorrá teheti a leggyengébbet is. A beszédet követően a helyi általános iskolások adtak ünnepi műsort. Márai Sándor Mennyből az angyal című verse is elhangzott, majd Szűcs Lajos országgyűlési képviselő és Tabányi Pál polgármester koszorúzott a Pesti Srácok címet viselő szobor együttesnél.